Az április 3-ai választásokat több külföldi megfigyelőcsoport is monitorozta, köztük volt például az EBSZ vagy a Választásfigyelő Szervek Európai Hálózata. Bár megfigyelők szerint a szavazás alapvetően szabad volt, mégse lehetett tisztességes választási versenyről beszélni. Ennek az egyik oka, hogy a választási csalások nagyrészt büntetlenül maradnak, és a választási szerveknek nincsenek megfelelő eszközei arra, hogy orvosolják a különböző jogsértéseket. Az EBSZ egyébként 4 éve nagyjából ugyanazokat a javaslatokat fogalmazta meg, mint amiket most is, láthatóan a döntéshozók ezeket akkor nem fogadták meg. A lenti cikkben összefoglaltam, hogy összesen 5 külföldi választásfigyelő szerv hogyan látta a magyarországi választásokat.